Sziasztok, ez itt Levino csatornája. Ezt a növényt, amit a képen láttok, gondolom mindenki ismeri. A legalapvetőbb gyógynövényünkről van szó, a kamilláról. Nekem itt a kertben egy nagyon szép kifejlett példány van, ami tulajdonképpen dísznövénynek is tökéletes. Az évelő ágyásban kelt ki. Pár évvel ezelőtt vásároltam egy csomag kamilla magot, és azóta nincs ezzel gondom, hogy a kertbe legyen-e kamilla, mert a legváltozatosabb helyeken jelenik meg, tavasszal, nyáron, előfordult a veteményesben, az évelő ágyásban, a levendulák között, de még a szél elfújta a magját az előkertig is, ott is rendszeresen van. Ez egy nagyon szép sudár, mondhatnám már bokornak is, legalább 60 centi magas, nagyon szépen tele van virággal, gyakorlatilag már ezeket le lehetne szedni és felhasználni. Láthatjátok, hogy vannak rajta levéltetvek, ami időről időre mindig megjelenik. A kamillán nagyon szeretik, káliszappannal szoktam kezelni, és így felhasználhatom gyógynövényként. A legújabb, amit felfedeztem, a paprika és a paradicsom palánták öntözése kamillateával. Nagyon jó hatással van rájuk. Volt egy évelő paprikám bent a teraszon télen, erről készült egy videó, és valami rágta a levelét, nagyon apró kártevő lehetett. Már majdnem kipusztult a paprika, amikor elkezdtem öntözni kamillateával, és olyan sikeres volt, hogy néhány nap múlva nagyon szépen kizöldült, eltűnt ez a kórokozó róla, szép, egészséges leveleket tudott végre fejleszteni, és mióta kiültettem a paradicsom és paprika palántákat, azóta is már megöntöztem őket kamillateával, és nagyon szépek tőle, tehát ez az új felfedezés. Emellett számtalan felhasználási lehetősége van, hiszen tényleg a legalapvetőbb gyógynövényünk, gondolom, hogy minden háztartásban megtalálható, alkalmazzák asztmakezelésre, hőrkurutra, megfázásra, fejfájásra, fülfájásra, gyulladáscsökkentésre, álmatlanság ellen, fogfájást is lehet vele kezelni, sebeket lehet vele kezelni, a migrénes panaszokat, az emésztési problémákra is kiváló, inhalálásra, borogatásra is tudjuk használni. A növényről annyit, hogy szereti a napfényt, tehát érdemes olyan helyre ültetni először, aztán majd ő magától kiválasztja a helyét, ahol legalább 6 órán keresztül süti a nap. Vízigénye közepesnek mondható, szereti, hogyha nedves a földje, de nem szabad túlöntözni. Én azt mondanám, hogy elég hálás növény és igénytelen, főleg amiatt, hogy ilyen nagyon könnyen szaporodik, mint ahogy elmondtam, és igazán gondozást nem igényel, mondhatjuk azt, hogy egy önjáró növény, ellátja magát, és hogyha egyszer vásároltok kamillamagot, elvetitek, utána már nem lesz gondotok arra, hogy a kertetekben mindig legyen ilyen szép virág. Én szoktam még, hogyha nagyon sok van belőle, akkor vázába is tenni. Nagyon kellemes az illata a lakásban is, és elég tartós a virága, tehát legalább egy hétig eltartható a lakásban is. De megszárítva pedig egész télen, egész szezonban lehet használni, és akkor is nagyon finom az illata, amikor leforrázzuk. Tehát ha idáig esetleg nem ismertétek, vagy dísznövényként nem kezeltétek, akkor érdemes esetleg ezzel próbálkozni. Ha hasznosnak találtátok a videót, kérlek ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra, és dobjatok egy lájkot. Köszönöm, hogy velem voltatok, jó kertészkedést, mert kertészkedni jó. Sziasztok!